Videotanár.hu Hashtag tudáshatalom! Na sziasztok, az én nevem Barnis. Srácok, illetve lányok, Nosika hívott engem egy ilyen videótanáros dologra. Nagyon sokszor láttam már ezt a YouTube-on, ezt a kis oldalt. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy miért is ne. Nézzük meg, hogy mi ez egyáltalán. Videotanár.hu. Beregisztráltam már, hogy azzal ne menjen nagyon sok idő. Hál' is be a videótanárt úgy, ahogy te akarod. Oké. Okay. Hanyadikos tananyag érdekel? Ó, hát akkor menjünk full retardba, szóval ötödik. jó, hát ez már lényegtelen, beállítottuk. Mire használom? Add meg nekünk, hogy te mire használd a videótanárt, hogy a leghasznosabban segíthessünk neked. Javulnom kell néhány tantárgyban, még jobb akarok lenni azokban, amelyikben jó vagyok. Mindenből jobb jegyeket akarok. Jobb jegyeket nem akarunk. Javulnunk kell. Amint mondtam, full retardba toljuk ezt az egészet. Javulnom kell. Oké, okay, következő. Tantárgyaim! Állítsd be, milyen tantárgyak érdekelnek? Jó, hát akkor kezdjük a tesivel. Hol a tesi? nincs tesi. Oké, okay, fasza. Akkor mi érdekel, az nincs. Nyelvtan, azt nem szerettük. Történelem, én a magyar történelemből szinte nulla vagyok, vagy hát nem nulla, azért van valamennyi, de mivel Ausztriában tanulok, ezért ez nekem nem túl előnyös most. Énekzene, ó, énekelni nagyon jól tudunk szerintem. Úgyhogy mit csináljak ezzel, hova húzzam? Ja, hogy úgy, hogy sorrendben. Oké, okay, akkor nyelvtan megy a végére, nem, történelem megy a végére. Természet azt szerintem jó, fizikát se szeretjük nagyon. Na, gyere ide. Biológia az... Ja, az ott maradhat a helyén. Vizuális kultúra. Oké, okay. Informatika. Várj, azt raktuk el, informatika elejére. Matek. Én a matekot annyira nem rühellem, úgymond, de lehet, hogy most beégnék, hogyha itt az ötödikes tananyagot nem tudnám, úgyhogy ezt egyre itt hagyjuk az ötödik helyen. Irodalom az is megy ide a végére valahova, így. Földrajz az ott jó helyen van, természet is, mert kémia. Ujjajajajajaj, kémiát, akkor inkább a földrajz. Oké, okay, szerintem ez így nagyjából jó is lesz. Mentés! Jó. Mai napom! Aha. Tréning naptár, versenyek, nyelvtan, összetételek, helyesírása, Hitler Németországa! Hitler! Nein, nein, nein! Nein. Énekzene, oké. Okay. Nekem való feladatok? Hát ez nekem való. Nekem való feladatok, nyelvtan. A nyelvtant az ötödik helyre raktuk, vagy nem tudom, nem. Nyelvtant utolsó helyre raktuk. Ja, hogy akkor azért kell abból sokat csinálni. Aha. Aha, szóval kezd így anyád. Oké, okay, akkor direkt, meg leszünk fingatva, oké. Okay. Meg leszünk fingatva, küldetések, amelyeket ti csinálnátok. Vizuális kult, informatika, jó. Létrehozva Nagy Bence, megnézzük Nagy Bencének ezt a dolgát, informatika tesztét. Tök mindegy, indítom a tesztet. Milyen típus utasítás fogalmazunk meg a mondatszerű leírásban? Ha ízesítve szereted, akkor... Ez egy feltételes dolog, nem? Feltételes elágazás. Pontosan. Biztos, hogy jó. Ciklus. A ciklus, hát az még nem ott tartunk ebben a hónapban, hogy most ciklusunk lenne. Következő. A GIMP rajzoló program használathoz fizetnünk kell a program fejlesztőinek. Mivel én GIMP-et használok, ezért ez nekem nagyon könnyű ez a feladat. Ugyanis ez nem igaz, a GIMP az ingyenes. Vagy csak nekem van torrentem. Nem, GIMP az szerintem ingyenes. Legalábbis nekem ingyenes. Hamis. Nagyon jó. Szuperek vagyunk egyelőre. A böngészők a linket általában úgy jelzik, hogy más lesz az eger mutatója és a link szövegének színe. Kiírják, hogy ez egy link. Villog a szöveg. Jó, hát akkor ez tényleg full retardban fog most menni. Ez egyre nem rossz. Utána megcsinálunk egy olyat, hogy mindenre rosszul válaszolunk. Kíváncsi vagyok, hogy mit ír ki. Paraméteres eljárás használatakor, ha csak az eljárás nevét írom be, akkor hibát kapok. Ajaj. Na. 50-50. Négy karakterből álló állományt keresek, de ezek a magyar szavak, én... Ezeket nem tanultam így. Négy karakterből álló állományt keresek, aminek a másik betűje K. Mit írjak a kereséshez? Fogalmam sincs.
Júj! Nem jó, de legalább nem az iskolával hibáztál. Hát, na nem mondd, ez ilyen kb. Nem jó, de húzz az anyádba. És hogyha nem tudom, akkor ezt nem tudom átugrani, vagy mi? Ja, ott van kérdőjel, K. Kérdőjel. Jó, Istennek nem kell lesz. Következő. Ha a rétegek menüben a kijelölt réteg aktív, akkor egy pont-pont-pont ikonnal rendelkezik. Ha a kijelölt menüben a kijelölt réteg aktív, akkor egy... Húha. Kérlek. Szem. Tessék, szem. Easy. Mit rajzol ki a E? 200J90L200J90L200J90L200J90L200J90... Utasítás! Milyen problémád van? Biztos, hogy egy ötszöget. Nem, az túl könnyű. Háromszög. Ötszög az túl komplikált, hatszög az még komplikáltabb szerintem. A négyzet az még úgy lehetséges, de mivel 200 meg 900, ez így szerintem inkább háromszög. Aztán... A hibák építik a tudást, ez egy hiba, örülj neki. Kurva boldog vagyok, hogy hibáztam. Oké. Okay. Négyzetet. Jó. Az egeret helyettesíti a... Joystick? A monitor. A monitor. Várjál, mindjárt bebaszok egy monitort az eger helyére. Touchpad. Az lehetséges. Scanner. Scanner azt szerintem nem fogja helyettesíteni az egeret, hogy hiába nyomkodjuk azt. Funkciós blokk. Jó, annyira nem vagyunk hülyék. Ha már több mappában is benne vagyunk, akkor az ablak tetején lévő vissza-előre nyilakkal közlekedhetünk a mappákban. Több mappában ablak tetején lévő nyilakkal vissza-előre nyilakkal... Nem. De, hát hogyha belépek egy mappába, és vissza-előre, akkor mégis a mappák közt mozgok, nem? Ja, ne. Azért mondom. Kicsit olyan értetetlenül van fogalmazva a kérdés, hogy én nem nagyon tudom vizuálisan... Ó, bazd meg, mit na, menj a tudod, hova a kocká. Nem jó, de inkább ne tudj valamit, mint hogy azt hitt, hogy tudod, de mégsem. Mi? Nem jó, de inkább ne tudj valamit, mint hogy azt hitt, hogy tudod, de mégsem. Oké. Okay. Milyen elvárásaink vannak a számítógépes algoritmusokkal szemben? Ugyanazok a bemenő adatokkal más eredményt is generálhat. Bármely végrehajtott lépés után egyértelműen el lehet dönteni a következő lépést. Minden olyan lépést tartalmaznia kell, amely a feladat megoldására szükséges. Nincs meghatározva az, hogy valamikor véget kell, hogy érjen. Meggondolom ez nem. Nem helyes! De amit nem tudunk, nem jelenti azt, hogy nem tudhatjuk meg! Óóóó! Hűha! Ojjaj! Ojjaj! Ajjajaj! Ajjajaj! Srácok! Ajjajajajaj! Hájjajaj! Ajjaj! Nagy baj van! Nagy baj van! 420 pont! 6 jó válasz, szor 70 pont! Ez ugye 400 bónusz! Nem is kaptunk bónusz kérdést, nem tudom mi ez a bónusz. Pontosság 30%, jó, akkor magyarul minden harmadik kérdést találtunk el. Jó, hát a retardált formánkat azt hoztuk. Kitöltötték. 1-ben 0 összes, nehézség 4, nehézség 4, hát akkor persze, van meg, hát egyes kellett volna, vagy valami. Legjobb eredmény 420, mert egyet csináltam, táncoltatott ki egyszer, a legjobb eredmény 420, pont jó, ezt már mondtad újra, nem indítjuk újra a tesztet. Oké, akkor most nyomjunk egy... Hát már ez is full retard volt, de szerintem próbáljunk meg. Fülben meg. Nyelvtan. Egy nyelvtan, de totál retardba. Szóval olyan hülyeségeket fogunk most beírni ebbe, indítjuk a tesztet, hogy fülünk égnek el. Hány szótagból állnak az alábbi szó összetételek? Számmal válaszolj. He? Hány szótagból? Rap, szol, ga, ke, res, ke, de, lem. 8! Menj fel. Gép, kocsi, vezető. 6! Ja, várjál, full retardba toljuk. Akkor...
akkor így, az jó, így ne. Jó. Sajnos ez csak majdnem jó. De nem jó. Ezek a szövegek. Sajnos ez csak majdnem jó, de nem jó. Szóval majdnem sikerült, de rohadt hülye vagy. Mely szó összetételeknél jelölt a nyelvtani viszony? Ez egy széllel bélelt. Szép, ez most nem jól tudtad, de most jegyezd meg, és legközelebb tudni fogod, nagyon biztatóan megy ez az oldal. Szóval, ha valaki nagyon buta, akkor mindenképpen biztatja arra, hogy... Hát na, ja, igen, értitek. Melyik anyagneves szó összetétel helyes írás helyes? Nem tudom, bronz mellszobor. Jó... Válasz ki, hogy melyek többszörösen összetett szavak? Jót áll, cseppkő, barlang, vízesés, tornás, csapat, bajnokság! Jót áll, jó, hát jót áll, az biztos, hogy jó. Full retard kapitányi szír. Hoppá, ez most nem helyes. Na, nem mond. Melyik nem összetett szó naplemente? Természetesen. Hibából építkezik az ember. Igen, ez így van. Melyik helyesen írt változat? Aranykarika gyűrű. Teljesen egyértelmű. Hibás, de csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Oké. Okay. Mi van még itt? 70 pont, pontosság 5%, mit akarsz, he? Ennyi volt, ki lettél végezve, hol a csillagos ötös? Mikhely, várjál, mi ez? Én nem akarok szemben. Ne, vissza. Oké, na, szuper volt. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne vegyétek komolyan, a második felét össze-vissza nyomkodtam. Szerintem, hogy összetéve, vagy összevetve ezt az egészet, ez a videótanár.hu nem lehet egy annyira rossz oldal. Én most így, tudjátok, szeretem viccesre venni a dolgokat. De szerintem biztos, hogy tud fejleszteni egy-két dolgon, hogyha ti ezt használjátok, próbáljátok ki nyugodtan, nagyon tudom nektek ajánlani. Még akkor is, hogyha esetleg unatkoztok és viccelődni akartok, vagy hülyéskedni, hogy 5%-ot éretek el. A biztató szövegek, hogy hibáztál, de mégis rohadt hülye vagy, azok nagyon jól esnek mindig, úgyhogy próbáljátok ki. Videotanár.hu Hashtag tudás hatalom! Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót. Sziasztok!